Április 27-én döntött a fővárosi közgyűlés. Az e-roller szolgáltatóknak közterület használati díjat kell fizetni, eszközönként havi 50 és 1000 forint közötti összeget, az elhelyezéstől függően. A díjból 25%-os kedvezményt kap a szolgáltató, ha az eszközök begyűjtésére, szállítására környezetbarát járműveket használ. A szolgáltatók a bérelhető eszközökön 3 helyen egyedi azonosítót kötelesek feltüntetni, amely a szabályszegések felderítését és a szabályszegő felhasználók beazonosítását segíti. De más szabályok is életbe léptek a fővárosban. Csak abban az esetben lehet e-rollereket úgymond utcára kihelyezni, ha ott a közlekedést, a gyalogosokat nem akadályozzák a mozgásukban, a közlekedésükben, valamint ugye nem beszélve arról, hogy több olyan helyen az úttesten, illetve kerékpárúton szétdobálva fűben, fában, parkban, sőt hallottam még a Dunaparton is, hogy a vízből kikandikálnak, tehát szétdobálva az egész városban, gyakorlatilag rontja a látképet, balesetveszélyes, és ezért úgy döntött a főpolgármester úr, hogy ennek itt pont és vége, és ezért olyan szankciót, olyan szabályozásokat vezettek be, amelynek alapján szigeteket kell kiépíteni ezek tárolására. Ezek a szabályok a szolgáltatóra vonatkoznak. A szolgáltatást igénybe vevőknek, vagyis a rollert bérlőknek egyenlőre nincs hivatalos szabályozása. Továbbra sem kötelező, de ajánlott a bukós isak. A pontosításokat a KRESZ módosítás fogja tartalmazni, itt rögzítik majd például, hogy jogosítványhoz kötik-e az e-roller vezetését. A nyíregyháziak számára is elérhető applikáció például az indítás előtt már most is megkérdezi, hogy a felhasználó elmúlt-e 18 éves, és van-e jogosítványa. Ezek az eszközök pár hete elérhetőek Nyíregyházán, de információink szerint hamarosan megduplázódik a rollerek száma. A bérelhető e-roller a klímasemlegesség miatt is nagy népszerűségre tett szert, de ezáltal több problémát is okoz a közlekedésben. Ezeknek a kerekei annyira picik, hogy az egyik baleset forrása ebből adódik, ugyanis a gödrök kátyúkat ezek nem tudják átugrani. Ennyi elég ahhoz, hogy az első kerék bele döccenjen, bele guruljon ebbe a kátyúba, és már meg van a baleset veszély. A baleset veszélyességet igazolja, hogy múlt hét csütörtökön Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljáró előtt egy elektromos roller ment neki egy személyautónak. A mobil eszközt vezető fiatal csak a szerencséjének köszönhetően nem sérült, anyagi kár viszont keletkezett.